Viszontom közéleti magazin műsorunk valamennyi nézőjét, hiszen hogyha péntek este, akkor köztér. Az elmúlt hetekben pedig már több alkalommal foglalkoztunk a Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezettel, hiszen legutóbb beengedték a stábunkat a küldött gyűlésre, sőt május 4-én itt járt nálunk a szövetkezet elnöke, valamint ügyvezető igazgatója is. Azóta több megkeresést is kaptunk, hogy az ott elhangzottakra szeretnének reagálni a szövetkezeti tagok. Stúdiónk vendége Szabó Melinda, szövetkezeti tag, vagy nem is tudom, mostanában a kis csapatnak emlegetik Önöket? Igen. Jó, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Kis csapatként szerepünk. Kis csapatként szerepelnek. Látta egyébként a legutóbbi adásunkat, amikor itt volt a Herceg úr és a Farkas úr nálunk? Sajnos pénteken nem voltam Székesfehérváron, de az ismétlést megnéztem. És hogyan látja? A vélemény? Igen, mi a vélemény? Hát... Inkább azt mondanám el, hogy nagyon sokan telefonáltak és megállítottak az utcán, akár szövetkezeti tagok, küldöttel is beszéltem, sőt, volt olyan illető is, akiről egyáltalán nem tudtam, nem is szövetkezeti tag, és ő is megállított az utcán. És hát, hogy mondjam, első reakcióm talán az lenne, hogy örülök, hogy végre a szövetkezet elfogadta a meghívást, mert 15 óta próbálkozunk, 2015 óta, hogy egyáltalán bejöjjenek a stúdióba, eddig mindig visszautasították. Mostanában azért többször megfordultak, és valóban nyitás van a Herceg úr igen, részéről. Igen, a második alkalommal, ha jól emlékszem. Az egész műsor az egy... hogy mondjam, egy ilyen előre eltervezett valami volt, legalábbis tőlem az utcán... Én nem terveztem kérdezte, előre el semmit. Az utcán megállítottak, azt kérdezték tőlem, hogy a betelefonáló hölgy az valamilyen előre elkészített szöveget olvasott, tehát mondtam, hogy nem én vagyok az illetékes, akitől ezt meg lehet kérdezni, a szövetkezettől kell. Eléggé... hogy mondjam, mellébeszél, az én saját véleményem szerint mellébeszélős volt, lényegre nem térőek, és egy csomó pontatlanságot tartalmazott az állításuk. Nos, mivel többször név szerint is megemlítették Önt, én arra kérem a kollégáimat, hogy indítsunk el egy kis összeállítást, ami május 4-én hangzott el. Ezt hogy válaszoljam meg én? Ezt nem Farkas úr vezette, tehát rossz a kérdés. Tisztelt Peresztegi Győrné, felolvasnám azt a levelet, amit ugye Szabó Melindát bízta meg a helyettesítésével. Először is igen, megkapta szót Szabó Melinda, ő volt a második felszólaló a taggyűlésen, és a következőt kellett írni, és olyan is tud róla, valószínűleg nem volt tájékoztatva. A Szabó Melindának írtuk a következőt, hangos felháborodás váltott ki hozzászólásának témája és stílusa, nagyon sok tagból, és miután Önt megállítani nem tudták, előadásában elhagyták a tagértekezett helyszínét. Sok tag személyes beszélgetésünk során meg is mondta, azért nem megy taggyűlésre, hogy Önt hallgassa. Az idei tagértekezeten megjelentek sokan, és érelmezték, hogy Önnel telt az idő, holott érdemben hozzá szerettek volna szólni a felszálló elektromos vezetékekkel kapcsolatos szabályozáshoz. Ennek megtárgyalása sajnos nem kerülhetett sor az Ön szereplése miatt. Na most akkor nem hagyta szóhoz jutni az embereket, folyamatosan előadást tartott? Ez egy egymerő valótlanság, amit itt valóban a levélbe ezt írták, de nem felel meg a valós tényeknek. A tagértekezleten, mikor megjelentem, először is valóban Peresztegi néninek a meghatalmazásával voltam. Kikértem az emlékeztetőt, amit a szövetkezet készít, hát megdöbbenve tapasztaltam, hogy ez olyan távol van a valós tényektől, mint Makó Jeruzsálemtől, amiket ebbe is leírtak. Felháborító, hogy mennyire másképp tálalják a saját ízlésüknek megfelelően a dolgokat, ami köszönő viszonyban sem sincs a tényekkel, mert az emlékeztetőben az szerepelt, hogy üdvözöltek engem, aki Peresztegi megbízásából van jelen, Pereszteginé megbízásából van jelen, bemutatta a tagságnak, ilyen nem zajlott le. A Herceg úr legalább 10 percen keresztül a köztérrel foglalkozott, hogy ilyeneket állított a köztérre, hogy a pénteki köztér című műsorban
a műsorban választ nem tud adni arra, hogy miért csak olyan embereket kapcsolnak be a műsorba, akik a szövetkezet politikájával nem értenek egyet, és olyat nem, aki a szövetkezet mellett szólalna fel. Tehát ilyen jellegű 10 percen keresztül hasonló szöveg ment. Ezt nem tudom, hogy honnan veszik egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, hogy soha nem szűrjük a telefonokat, ahogy itt a nézők tapasztalhatják, mindig mindenkit válogatás nélkül bekapcsolunk, hiszen nekünk az a fontos, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket, vagy föltehessék a kérdésüket. Nekem nem tisztem megítélni, hogy ez most a szövetkezet politikájával megegyezik-e, vagy sem. És nem szoktunk különbséget tenni, ezt a legutóbbi adásunkban is szerintem tapasztalhatták. A tagértekezlet úgy zajlott, hogy a Herceg úr közölte, hogy hány tag jelent meg, ez hány százalék. Ez sajnálatos módon, én ott leírtam, amit Herceg úr közölt, nem egyezik meg, ami a küldőgyűlési anyagba szerepel. Majd utána a Farkas úr beszélt, majd Aradi úr megtartotta a tájékoztatóját, részletesen elbeszélt, meg elmagyarázta a villanydolgokat, utána Farkas úr még egyszer szót kapott villanydolgokkal kapcsolatban, majd megkérdezte, hogy hozzászólás lenne-e. Valóban jelentkeztem, hát nem engem szólítottak fel, hanem egy idős hölgyet. Az idős hölgy elmondta, hogy mennyire meg van elégedve a szövetkezete, milyen jó. Majd másodszorra jelentkeztem, és elkezdtem annyit mondani, hogy Peresztegi néni megbízásából vagyok itt, és szeretném elmondani, hogy amivel megbízott. Erre a többszörösen kitüntetett küldött asszony, aki abban a körzetben van, a Peresztegi néninél, és a körülötte ülő barátnői kompánia elkezdett kiabálni, hogy Peresztegi nénit ismerjük, nem vagyunk rá kíváncsiak, stb. Majd egy hangzavar keletkezett, fogták magukat és felálltak. Az igazgatóság ahelyett, hogy rendre utasította volna őket, hogy próbáljanak meg kultúrember módjára viselkedni, és hallgassák meg azt, amit elmondanék, ahelyett egyáltalán nem figyelmeztettek semmit, tehát teljesen másképp zajlott, mint ahogy itt a Herceg úr, az elnök úr elmondta. És egyébként választ kapott ott a Peresztegi néni a kérdésére, mert engem ez mondjuk speciál érdekelne, ugye ide is többször már betelefonált valóban próbál választ kapni, de szerintem mind a mai napig ilyen mellébeszélő válaszok zajlanak. Tehát nem tudta meg azt, hogy teljesen más kérdezett, mint amire választ, vagy megírták a választ, vagy kitérő választ kértek. Megkérdezte azt, hogy például miért kellett elszámolni a vízóra díjakat, amikor a tagság azt már külön befizette. Mert azt tudom, hogy itt a legutóbbi műsorban, pont amikor ön volt a vendég, akkor ugye én nagyon hálás voltam, hogy a szövetkezet gazdasági vezetője, nem akarok butaságot mondani, ugye betelefonált és elmondta, hogy mi a válasz, és hogy megküldték levélben, de akkor az csak egy kérdés részlet volt, nem a teljes körül. A Peresztegi néni egy 80 év körüli nagyon értelmes, intelligens hölgy, aki érti a dolgokat, és szeretné átlátni azt, hogy befizetéseivel hogy gazdálkodik a szövetkezet. Szerintem nem lekicsinyelni, és ilyen megnyilvánulással kellene a vezetőségnek viszonyulni felé, már csak a korára való tekintettel is. Ez azért érdekes, mert ugye pont a múltkor az egyik betelefonáló, aki ugye elolvasta a véleményét, ő mondta azt, hogy hát a kis csapat lekezeli a nyugdíjasokat, talán valami ilyesmit mondott, hogyha jól emlékszem. Ezt felháborítónak tartom, mert éppen a nyugdíjasok miatt szálltunk sikra, mert ezek a kispénzű nyugdíjasoktól elég tetemes közös költséget szednek be, ami talán még a megélhetésüket is veszélyezteti. Olyan kiadásokkal terhelik őket, amiket sokkal olcsóbban is meg lehetne a véleményünk szerint rendelni, és olyan vállalkozókat keresni, akik valóban elvégzik a munkát, visszaellenőrizhetők, nem szűnnek meg 5 év után. Számon lehet rajtuk kérni azt, hogy csinálták, mert több esetben van olyan, hogy vállalkozó elvégezte, majd utána csődöt jelent, és megszűnik. Nem lehet még az 5 éves úgynevezett szavatosság vagy jótállás sem behajtani rajtuk. Azon kívül nagyon aggályosnak tartom azt, hogy a szövetkezet bizonyos köre, hogy nyilvánul meg a kis csapattal szemben. Nagyon lekezelőek, borzasztó módon
próbálnak bennünket ellehetetleníteni. De nem csak bennünk, felénk arrogánsak, például a Radnóti téren az egyik taktárs névtelen leveleket. Tehát a sorozatban kapunk névtelen leveleket, azt hiszem ide is küldtek róla. Én is kaptam már névtelen levelet, igen. Igen, amikor a magánügyeinkkel foglalkoznak, magánéletünkkel foglalkoznak, ami semmi köze a szövetkezet dolgához. Például a Radnóti téren így kezdődik a névtelen levélte, de írhatnánk úgy is, hogy te vadbarom. Mondd már meg ki a nyavaj a két meg arra, hogy a mi nevünkben nyilatkoz, vagy a másik, hogy... Tudod, a tudás hatalom, olvas sokat, és te is nagyobb leszel mások szemében jelenleg, csak a szálkát keresed a gerendát, csak tudod, ez a gerenda eléggé inog feletted. Hát, hogyha a szövetkezet a gerenda és inog, akkor ez nekünk mindenképpen jó, mert ez azt jelenti, hogy tudunk valamilyen eredményt elérni. De hát ide is küldtek. Vagy a cégbíróságra, vagy a rendes bíróságra beadott a papírok, tehát a szövetkezet által benyújtott dokumentumokból is tudnék idézni. Nem csak bennünket támadnak, nem csak a köztért támadják, hanem a magát, a polgármestert is. Én azt hiszem, hogy ezt... De most erről van papír és hivatalos minden dokumentuma. Igen, beadták szövetkezetre, tehát én papírokból dolgozom, amit itt állítok, azt én bizonyítani tudom. A következőket írják. Szövetkezetünk soha nem kérte a polgármester semmilyen egyeztetésre, egy oldalon avatkozott be a vitába. Cselekményét politikai indokkal támasztotta alá, amely lehet, hogy számára elégséges, de a szövetkezet, itt számra írták, de a szövetkezet a belső ügyeiből való illetéktelen beavatkozásként érzékelte, főleg az önkormányzat tulajdonában álló média teljes nyomása alatt. Ez most itt a helyi tévéről szól. Álláspontunk szerint azért, mert egy politikus politikai érdekeitől vezérelve egy nem közszereplő életébe beavatkozik, komoly társadalmi feszültséget fog kelteni, nem közszereplő ilyenné történő minősítése egyoldalú politikai beavatkozás nyomán. Hát a bírósági végzés, ítélet van róla, nem is végzés, ítélet van róla, jogerős, ami alapján kimondta, hogy közszereplőként a szövetkezetnek, tehát a farkasúröknek sokkal többet kell tűrni, mint amennyit szeretnének. És tulajdonképpen ez a bírósági végzés, 15 pontban, éppen egy ilyen köztérbeni szereplésem miatt 15 pontban indítottak ellenem eljárást, mind a 15 pontban felmentettek, de nem csak ez a bírósági papírból tudnék idézni, egy csomó cégbíróságra leadott, a valótlanságoktól hemzsegő iratokat nyújtanak be, és mindenkit, aki valamilyen módon próbál rendet teremteni a szövetkezetnél, azt támadják. Ugye többször... fogalmazott már itt ön úgy is, meg többen fogalmaztak úgy, hogy hiteltelennek tartják akár az elnököt, vezetőséget, ügyvezetőt. Miért? Hát erre is kitérnék, de mielőtt erre válaszolnék, szeretnék Komjáti Mária küldött asszonyra a betelefonálásra reagálni, mert ez személyesen nekem szólt. Hát a küldöttasszonynak felhívnám a figyelmét, hogy úgy látszik, hogy a 2014-es oktatás, amivel kiosztották, hogy működik a szövetkezet, és milyen dokumentumokat kellene elolvasni, amit én is itt a köztében már évek óta hangsúlyozok, hogy a szövetkezeti törvény, az SMS alapszabály, hát illenék a küldöttasszonynak elővenni és valóban áttanulmányozni. Csak néhány ízelítő abból, hogy mi az, amit neki illet volna tudnia. Hát először is, hogy megszavazták az önálló, vagy hát az önálló számvételi rendszerét a szövetkezetnek 2005-ben, azt illet volna kiküldeni és elolvasnia, vagy azt, hogy mit tartalmaz az SMS-ünk. Ugyanakkor ő már küldöttasszony volt, amikor megszavazta azt, hogy ami teljes dilettantizmus mutat, hogy nem olvasta a törvényt, az SMS-t, ami alapszabályt, ami egyértelműen kimondja azt, hogy a szövetkezet megszűnése, vagyonfelosztása az kimondottan közgyűlési hatáskörbe tartozik. Ő megszavazta ezt, és ez a cégbíróságra le is lett adva. De ugyanígy felhozhatnám azt is, hogy előző években ugyanúgy a küldöttasszony nem kérti arra, hogy mi is lett a losz vagyonna, hova került a losz vagyon, vagy a teszöbb vagyon, vagy az, hogy
A szövetkezet minden további nélkül bead olyan papírokat, azért mondom, hogy ez már a vezetőség hiteltelenségét mutatja. Bead egy olyan papírt, hogy a szövetkezet új alapszabályát 92-ben a közgyűlés állapította meg. Hát ez valótlan, mert nem volt olyan közgyűlésünk, amely alapszabályt állapított volna meg, hanem a küldött gyűlése. Vagy olyan, hogy szóba került, több tagtárs elkezdte feszegetni a LOSZ otthonunk alapítványát, hogy mikor, hogyan lépett be a szövetkezet. Erre a szövetkezet azt állítja, és nem meri adni a bíróságra ezt a dokumentumot a 31-es CGT 2007-es ügybe. A szövetkezet vitatta, hogy bármilyen alapítványba belépett volna, és hogy fizetett volna az alapítványba. Hát itt az igaz, a küldőgyűlési határozat, hogy beléptek és fizettek érte. Vagy a küldött azt, hogy megkérdezhette volna, hogy miért a szomszédok újság miért 5000 példányban nyomódik ki, amikor 3942 lakás hát van. Hát gondolom lehet, hogy leraknak ilyen kiemeltebb, frekventáltabb helyre is, hogy ott tájékoztatni tudják a lakókat. Ne tagság költségét feleslegesen ne szórják, dobálják. Vagy megkérdezhette volna a küldött asszony azt, hogy tulajdonképpen mi az, hogy csak most derül ki, hogy 2021-ig olyan szerződést kötött a szövetkezet, amivel a garanciát várott arra, hogy 2021-ig fenntartjuk a költség megosztókat. Ez mondjuk biztos, mert erre legutóbb egy tömör igen választ kaptunk. Itt a köztérben. Csak annyit mondták, hogy állítólag a pályázatban van. Majd meglátjuk, mert én írtam a minisztériumnak, tehát megkérdeztem részleteket, mert az önkormányzathoz leadott pályázatban nem szerepel semmiféle utalás ebben. Ez a teherbes költségmegosztókról beszélünk igen. Most, ugye? Tehát nincs utalás, egyetlen egy szóval nem látni abba a pályázatban, nem láttuk. Én kértem a szövetkezetet. A Farkas úr azt állítja, hogy a pályázat tartalmazta. Adja be! Ezt a pályázatot azért is érdekes, mert Farkas úr azt mondja, hogy ő semmiféle dokumentumot nem tud kiadni ez ügybe, mert hogy ezt majd az önkormányzattól kérjük. Az önkormányzat pedig egyértelműen megírta, hogy a pályázatot és az egész anyagot a szövetkezet nyújtotta be, és szerintem ez a helytálló. Tehát a Farkas Béla ügyvezetőnek illenék kiadni, és több levelembe kértem, mert egyetlen egyszer sem hajlandó erre visszautalni. Miért hiteltelen Farkas úr? Leírja azt, hogy kértem tőle a lépcsőházunk elszámolását, évtizedeken keresztül próbáltam megszerezni. De most ezeket megkapja, nem? Hát úgy, hogy többször szólok a lépcsőház, vagy a házbizottsági elnöknek, vagy közösségi megbízott most már, és amikor ötödszörre szólok, akkor bemegy és általában megkéri, de itt a dokumentum, amikor a Farkas úr, tehát hogy mennyire hiteltelen a Farkas úr állítása az, hogy ez megtalálható a tagoknál. Nem áll módunkban megküldeni lépcsőházi részletes kimutatás. Majd írja, hogy az igazgatóság kifejezetten megtiltotta a lépcsőházak adatainak nyilvánossá tételét. Elsősorban személyiségi okokra, nem tudom, hogy milyen személyiségi okokra hivatkozna. Tehát teljesen alaptalan. Vagy a következő. Az egyik perben ugyanez a lépcsőházi elszámolás szóba került, és benyújtottam a dokumentumokat, beküldtem a házbizottsági elnökünk, akkor még az volt, leadtam a írásba és leadtam a keresetemet, világosan leírtam, hogy a lépcsőházunk salétrum 15 részletes üzemeltetési felújítási elszámolásait kérem. Erre Farkas úr a következő választ küldte. Ön beküldte a szövetkezethez a házbizottsági elnököt azzal, hogy vigyen adatokat. Rákérdeztem, miért adatokat kér, hiszen több mint 10 000 adat van a szövetkezetnél. A házbizottsági elnök azt válaszolta, hogy ennél több bővebb tájékoztatás adatigénylésről ön neki nem adott. Hát itt van dátummal, világosan le van írva. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy nem tudta. Ezt le is adtam az adott időpontban, a szövetkezet átvette. Majd, amikor a bíróságon ez szóba került, és ugyanezt elmondta a Farkas úr, azt mondtam neki, hogy elnézést, tehát itt van. Leadtam a dátumot 04-én. De erre az lett a válasza, hogy ő nem látta ezt a levelet, majd leadtam a bírónak, odaadtam a levelet, hogy a válaszát azzal kezdi, hogy a 01.08-án kett levelei alapján tájékoztatunk. Tehát letagadta azt, hogy ezt a levelet látta, erre megírta a választ, hogy nem adja ki. Tehát mindenféle trükköt bevet ahhoz, hogy a szövetkezeti tagság átlássa azt, hogy a befizetéseinken miként gazdálkodnak, hova, merre költik el a pénzünket. De
a fűtéssel kapcsolatban Farkas úr további hiteltelensége. Azt írja, hogy a lépcsőházi fűtések minden esetben az üzemeltetési költségek között vannak elszámolva. Ezt írja Farkas úr. A tehem és a szép a következőket írja. A lépcsőházban a fűtés, a lépcsőházi radiátoroknak nem kerültek felszerelésre a fűtési költség megosztó készülékek, így a lépcsőházi fűtés jelenleg a légtérfogat arányban felosztási fűtési hőfogyasztásban van elszámolva. Ez a légkörméter alapú elszámolás az azt jelenti, hogy lakásokra osztják el. De a szép hő ezt egyértelműen le is írja, a szép hőtől kapott válaszban bent van, a lépcsőházra alapdíjat számlázunk, a lépcsőházi fűtés hődíját a lakások között felosztásra kerülő hődíj tartalmazza. De ez mostani aktuális levelezés? Igen, ezek mind az utóbbi időben történtek. Jó, csak azért kérdezem, mert ugye mindig önökre szokták mondani, hogy mindig 2014-en jönnek, de akkor ezek szerint mostani aktuális levelezés? Ez 17-es. Tehát a mostani fűtés időszak után gondolom, akkor kezdte ezt. Igen. De sorolhatnám. A másik nagyon-nagyon aggályos dolog az, hogy valóban a szövetkezet megérte a mini önkormányzatokat. És valóban, hogyha így működtetnék a szövetkezetet, sokkal jobb lenne, csak az nem lenne jó a vezetésnek. Mert akkor a tagságnak nagyobb beleszólása, átlátása lenne. Beígérték azt... És legalábbis ezt feltételezik önök. Hát nekem a határozott véleményem. Itt van. Beígérte a mini önkormányzatokat, hogy majd a lépcsőházok döntik el, hogy milyen felújításokat, stb. Hát épp a tagértekezleteken hoztam föl ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen senkit nem kérdeznek meg. Én 89 óta lakom ott nálunk, én végigkérdeztem a lakókat. Senkit nem kérdezett meg a mi közösségi megbízottunk, és nagyon sok olyan panaszt kapok a többi lépcsőházból is. Biztos, hogy van, mert én is tudnék felsorolni olyan küldött asszonyt, aki valóban leszavaztatta, tájékoztatta a tagságot. Tehát arra is van példa, hogy Herceg úrral kapcsolatban esetleg egy-két dolgot. Herceg úrhoz egy tagtársam a következő javaslatot tette, hogy szeretné azt, hogyha valóban nem lépcsőházanként lenne egy közösségi megbízott, hanem egyháztömbnél, tehát többet átvállalna, mert jobban átlátná az egyháztömb gazdálkodását. Tehát arra kérte a elnök urat, hogy ezügyben legyenek szívesek intézkedni, ilyen javaslat talált elő. A következő választ kapta. A fentiekből látszik, a közösségi megbízott esetében fontos, hogy csak egy lépcsőházban tevékenykedjen, és ott, ahol megfelelő helyismerete van. Amennyiben az ön javaslatát a küldőgyűlés magáévá tenné, és több lépcsőház közösségi megbízottjának is lehetne választani egy szemét, ez azt jelenti, hogy hatékonysága jelentősen csökkenne. Hát én felhívnám a Herceg úr figyelmét, amit ő általuk kiadott Szomszédok újságból. Egy csomó helyen van olyan, például az elnök úr is nem egy lépcsőházban közösségi megbízotti feladatokat is ellát, de van olyan, ahol 3-4 a Pilinszki téren, sőt a Radnóti tér igazgatósági tagja az 5 lépcsőházat visz. Tehát nem is értem, hogy az elnök úr ennyire nincs tisztában a szövetkezeti dolgokkal. Akkor hogy lehet elnök, amikor 1999 óta igazgatósági tag? Nem tudom, ezt nyilván majd tőle kéne megkérdeznie, azért azt szerintem nem lehet elvitatni az elnök úrtól, hogy egyfajta közeledést, egyfajta nyitást azért elkezdett akár a médiával, akár önökkel, legalábbis én külső szemlélőként ezt látom, illetve hát a saját részünkről ezt tapasztalom. Taktikai váltás. Én csak azt, a határozott véleményem az, hogy taktikát váltottak. Érdemben látszat dolgok. Nekem egy csomó e-mailváltásom volt a Herceg úrral, teljesen mást írt nekem e-mailben, mint amennyit itt például egy-két levelében nekem, vagy a tagtársaimnak írt, vagy tulajdonképpen az ő
egyes körzetének a tagértekezeti emlékeztetőjébe hajmeresztő, hogy miket írtak bele, ami mondom olyan, mint Makó Jeruzsálemtől. És nincs érdekképviselet, ahova fordulhatnak, vagy csak a szövetkezetnek van egyáltalában érdekképviselet? A LOSZ Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége lenne az érdekképviselet, de ezzel is komoly gondok vannak. Legfőképpen a szövetkezeti törvénnyel van a gond, tehát a törvényt kellene módosítani. A másik dolog pedig a LOSZ-szal kapcsolatban. Nekem személyes véleményem az, hogy ez egy olyan érdekkör, ahol az én meglátásom szerint nem a mi tagi érdekeink érvényesülnek, hanem egy gazdaság, tehát bizonyos gazdasági lobbik érdekei érvényesülnek, vagy pedig bizonyos személyes érdekek. Ezt alá is tudnám támasztani. A LOSZ elnöke Farkas Tamás úr a mi szövetkezeti ügyvezetőnk Farkas Béla, a LOSZ-nál felügyelőbiztos. Érdekes a LOSZ-nak a története, most volt náluk közgyűlés. Én lekértem ezt, vagy hát letöltöttem ezt a közgyűlést, és elolvastam, hogy mi van. Állítólag komoly anyagi gondokkal küzd a LOSZ, ebből kifolyólag. Idén még nem emelnek tagdíjat, de mindenképpen szeretnének emelést is végrehajtani, meg átszervezni az egész LOSZ-t. És milyen érdekképviseletet lát el? Hogyha tagdíjat fizetnek, gondolom nyilván a szövetkezetek lehetnek a tagjai ennek, akkor ők mit képviselnek, mit csinálnak? Hát, hogy mit csinálnak, ez jó kérdés, mert én itt a beszámolóból megnéztem, hogy mit szerettek volna elérni, de abból szinte semmi nem teljesült, tehát semmit nem tudtak érvényesíteni. Tehát milyen érdekvédő képviselet, amikor egyetlen egy pontot nem találtam talán. Érdemben a tagság érdekében fel tudtak volna vetni. Azt írják, itt több pontot aláhúztam, hogy országos szövetségnek a szervezeti struktúrája megújulásához kapcsolatban többletköltségek viselésében anyagi áldozatok vállalása indokolt. Tehát az azt jelenti, hogy egyre többet szeretnének majd a LOSZ tagok fele, így a mi szövetkezetünk fele is terhelni. Ez érdekes, mert ebbe bent van, hogy nem emelnek idén hozzájárulást. Ennek itt van, hogy az elnökség a jelentős tárgyévi veszteség, mert évek óta veszteséges a LOSZ. A LOSZ készpénzállományok csökkenése ellenére 2018-as évre tagdíjemelést nem tervez, ennek ellenére, hogyha megnézzük a küldőgyűlési anyagot, utóbbi itteni Székesfehérvári küldőgyűlés. 18-as évben emelés mutatkozott a tagdíjba. Én legalábbis azt láttam a tervezetben. Amit itt még érdekes, hogy ez a LOSZ beszámoló mindenképp azt mutatja, hogy szerintem teljesen nem látja el a feladatát, az én véleményem szerint a LOSZ. Ebből kifolyólag itt látszik is, hogy három megye esetében kilépés mellett döntöttek a helyi tagi közösségek. Tehát hagyják el a... Tehát akkor vannak olyan megyék, akik kiléptek? Igen. Ezek szerint a beszámoló szerint. Hát itt mutatkozik, hogy évek óta veszteséges több mint 30 millió forintos veszteséget produkálnak. Na már most. Nyilván, hogy mi nem fogunk kilépni, mert egy másik adatot, amit sikerült beszerezni. Érdekes módon abból az látszik, hogy nálunk tehát pontosabban... Tehát más összefűződés is lehet esetleg? Mivel az elnök, aki 2009 óta itt láttam egy CV-t tőle, amiben írja, hogy milyen losszos tevékenységeket látott el, hol volt Dunaújvárosban, ugyanúgy ügyvezető volt, elnök volt. Tehát azért mondom, hogy a mit
szövetkezetünk vélhetően nem fog kilépni, mert ahogy itt szintén egy internetről letöltött adatból látom, hogy az elnök helyettes is, meg a felügyelő biztos, és a Farkas Béla felügyelő biztos több mint 61 ezer forintot kap a losztól havonta. Na már most, hogy mennyire kinek az érdeke érvényesül, ez is egy érdekes kérdés lenne. De azt hiszem, hogy a LOSZ elnök úr szerepelt itt a... Igen, 2014-ben meg is kérem a kollégáinkat, hiszen 2014-ben sikerült megszólítanunk Farkas Tamást, a LOSZ elnökét. Akkor néhány dologról megpróbáltuk megkérdezni a véleményét. Érdekképviselet is szóba került, illetve törvényi felügyelet és egyéb ilyen jellegű kérdések. Ön meghívott vendégként volt benne? Igen, de nem szeretnék nyilatkozni. De miért nem szeretne nyilatkozni? Arról biztos tud, hogy tagokat zártak ki, ön viszont nem tagja az egyes számú lakásszövetkezetnek. Tudom, hogy meghívták. De mi az oka annak, hogy az egyes számú lakásszövetkezet tagjai a saját küldött ülésükre nem tudtak bemenni, ön viszont a LOSZ elnökeként természetesen ment lehetett? Nézze, a szövetkezet igazgatóságának van egy feladata, hogy a küldőgyűlés törvényességét, lebonyolítását, annak rendjét szabályozza. Én ebben nem kívánok beleszólni. A küldőgyűlés rendje az nyilvános, mint tudjuk. Hát a küldőgyűlés nyilvános volt, addig, ameddig a tagok vagy a küldöttek hogyan szavaztak. Hát majd kérdezzék meg az elnök urat. Megkérdezzük őt is, de azt meg tudja mondani, hogy azok az emberek, akik az ajtót elállják a tagok elől, azok vajon miért állják el? Ő, mint a LOSZ elnöke, biztos, hogy tudja. Jó, hát én nem tudok az ő nevükben nyilatkozni, meg nem is szeretnék. Ne haragudjanak, én nem tudok ebbe állást foglalni, mert én is úgy érkeztem ide, hogy ezt tapasztaltam, úgyhogy... De ugye azt érzi, hogy ha valaki tudna választ adni, az például ő és a Farkas Béla úr. Mi ezt a választ tudom önnek adni, meg a jelenlévőknek is, hogy, nem tud választani. Hogy a küldőgyűlésre a szövetkezet igazgatóságának kell a lebonyolítás rendjéről, törvényességéről gondoskodni. Hát ők így gondoskodnak akkor. Nem a küldőgyűlésnek a rendjéről, az én legjobb tudomásom szerint a szövetkezet házi szabálya, vagy szervezet és működési szabályzata dönt, illetve a szövetkezeti törvény. Van egy lakásszövetkezeti törvény, az szabályozza annak megfelelően. Én úgy látom, hogy azért törvényesen folyt le. De az én legjobb tudomásom szerint minden küldött ki lett zárva, aki tanácskozási joggal benn kellett volna, hogy legyen, bent lehetett volna. Küldött. Nem küldött, bocsánat, tagok, szövetkezeti tagok, bocsánat. Jó, hát én ebben nem kívánok önöknek nyilatkozni. És az vonatkozik, ami a közgyűlésre. Jó, rendben van. Azt megkérdezhetem, hogy mint szövetkezeti elnök volt itt, ugye, kvázi felügyeleti szervként volt jelen? Nem felügyeleti szervként, érdekképviseleti szervezetként. Azt meg tudná nekem mondani, hogy a lakásszövetkezeteknek gazdasági szempontból és jogi szempontból mi a felügyeleti szerve, hova tartozik a lakásszövetkezet? Hát a lakásszövetkezeti törvény szerint ugye a lakásszövetkezet jogi személy, és a jogi személyek felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság, a területileg, helyileg illetékes cégbíróság látja el. És gazdasági szempontból ki a felügyelet? Gazdasági és törvényességi felügyeletből, mert oda kell benyújtani. A cégbíróság ezt visszautasította, mondta, hogy gazdasági dolgokban nem tud beleszólni. Hát sajnálom, akkor kérdezzék meg még egyszer, nem tudok mit mondani. Én úgy tudom, miután oda kell benyújtani a mérleget, az eredménykimutatást, a beszámolót, akkor gazdasági értelemben is törvényességi felügyelet. Ők ezt visszautasították, és az APEC is ezt mondta, hogy hozzájuk sem tartozik. Az én legjobb tudomásom szerint csak az ügyészség, ha ügyészségi feljelentés van, akkor nyúlhat hozzá a gazdasági dolgokhoz. Az ügyészség? Igen. Abban igaza van. Tehát csak feljelentés alapján indíthat vizsgálatot. De a jelenlegi állapotban a NAV jelentése alapján más nincsen, aki felügyeleti szervként járhatna el a szövetkezetekkel szembe? Nincsen. Nos, hát ugye ekkor beszélgettünk vele, illetve hát azt is hallottuk, hogy ő mint érdekképviseleti szerv volt jelen ezen az ülésen, meg hogy most akkor törvényesség, hova tartozik, nem? Szerintem mondjuk ez törvényes volt ez az ülés. Ő is azt állított, hogy törvényes, hát most a bírósági jogerősítéletünk van róla, hogy törvénytelen volt, ezért rendelték el, hogy újra tárgyalást rendelt el az ítélőtábla.
Ezért volt az, hogy például 2014-es küldöttgyűlési határozatokat most hát 2018-ban tudták csak elfogadtatni, ez egy külön téma lenne. Azon kívül a LOSZ, hogyha a szövetkezetnél bármilyen gond van, akkor azonnal mutatkozik, tehát megjelenik és próbál itt azt a látszatot kelteni, hogy ez egy rendkívül jó szövetkezet. Tehát mint érdekképviselet, mondjuk lehet, hogy megértem, hogy érdekképviselőként az ő szövetkezetét, a tagját, a tagszövetkezetét megpróbálja talán képviselni az érdekeit, vagy támogatást nyújtani. Én ezt gondolnám így. Nekem az a határozott véleményem, hogy na most nézzük meg, hogy milyen érdekek. Jó, ez szóba került. A LOSZ létrehozta a LOSZ otthonunk alapítványát. Ezzel szóba kerültek a nyugdíjas házak is. Fehérváron is létrehoztak egy nyugdíjas házat. A szövetkezetünk megbízta Farkas Bélát, hogy tárgyaljon egy igazgatósági határozata, hogy tárgyaljon, hogy a szövetkezetünk megkapja az üzemeltetését a nyugdíjas háza. Mi lett ennek az eredménye? A Farkas Béla lakásán novemberben megalakul a Dentre Kft., ami nem más, mint a nyugdíjas ház. Ha megnézzük azt, hogy kik a tulajdonosok, egy holland befektető, de a holland befektetőt, ha megkérdeznénk, hogy mi a véleménye, hát nem vagyok benne biztos, hogy bármilyen jót is mondana erről az egész ügyintézésről. Cégbíróságról kitégélt papír. A tulajdonosok Farkas Tamás, LOSZ elnök és Farkas Béla a szövetkezetünk ügyvezetője. Érdekes módon, ahogy látom, az ügyvéd az ugyanúgy a Tettinger ügyvéd volt, és a könyvelés pedig a Farkas úrnak a volt felesége végezte, ez is hiteles cégbíróságról kikért papír. Mindaddig felváltva volt ügyvezető, hol a Farkas Tamás, hol a Farkas Béla, ahogy én láttam a dokumentumokat. Eljutottak odáig, hogy vagyonvesztés volt a szövetkezetnél, fel is szólították Farkas urat, hogy Farkas Béla volt akkor az ügyvezető, hogy valamilyen törvénytelen állapot is volt, és hogy ezt a törvénytelen állapotot szüntesse meg. De ugyanúgy lehetne beszélni például a LOSZ otthonunk alapítványának a Tehemmel való kapcsolatáról is, mert a Tehem 2000 májusában, amikor megalakult, annak köszönhetően a Tehem attól kezdve, például a mi épületünkben, a Salétrom 11-19-ben a fűtés korszerűsítést idézőjelben elvégezte, ugyanolyan rossz a fűtésünk, az épületnél a fűtésen mind a mai napig gondok vannak. Azon kívül aggályos az is, hogy nem volt fűtéstervrajz az épületnek, akkor nem tudom, hogy mi alapján hajtották végre az ellenőrzést és az áttervezést, és bevezették a tehemes költségmegosztók használatát. Amikor itt volt a Tehem vezérigazgatója, akkor végül is kár, hogy nem lehetett betelefonálni, én megkérdeztem volna tőle, hogy a szövetkezetünktől hány millió forint vándorolt el át a felújítási alapunkból hozzá. Az tény és való, hogy ő mondta a műsorban, hogy ezek a költségmegosztóban lítium ellen van, ez 10 évenként kimerülne. A kérdés az, hogyha vannak olyan lakások, ahol a rádiós költségmegosztókatra kicserélték már, de van olyan, ahol még a régi van, az már letelt a 10 év, akkor a mi alapján számolnak el? Szóval még lenne számos kérdésem. Ezeket egyébként jelezte, tett feljelentést, jogi útra terelte ezeket a köröket, vagy ennek most még itt nem állt neki? Ez még egy nagy munka? Az a probléma, hogy a NAV nem foglalkozik csak azzal, hogy befizették-e az adót. A cégbíróság az csak azt nézi le, hogy lehajta az éves méleget, de ezt a Farkas Tamás ügyvezető úr elnök úr ki is fejtette, hogy a cégbírósággal kapcsolatban nem éppen jó véleménnyel az egyik cikkében, ez itt is van. A rendőrség, szerintem a rendőrség nincs elég kapacitása, és nem merik felvállalni a dolgokat, hiába tesznek bejelentést a tagok. Az a legnagyobb probléma, hogy ehhez egy speciális szakképzett stáb kellene, ami per pillanat nem áll rendelkezésre. És így, hogy mondjam, a kiskapukat kihasználva ellavíroznak. Ez a véleményem.
Én köszönöm, hogy itt volt, műsoridőnk véges. Gondolom, hogy lesz még folytatás. Igen, még a teszövről, amit a Farkas Tamás elnök úr szeretne létrehozni, arról jó lenne még beszélni, akkor, hogy egy tag, egy szavazat elv, hogy miért, szerinte azért jó a szövetkezet, mert egy tag, egy szavazat, ami csak elméletben létezik, gyakorlatban más. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt nézőinknek, pedig megköszönöm a figyelmüket. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Témajavaslataikat várjuk az info@fmc.hu e-mail címre, vagy a latranyi.viktoria@fmc.hu e-mail címre. Köszönöm.